labdarúgó. Eladja a labdát, Babati. Herceg mutatja magát. Herceg jó fordul a kapu felé. Herceg még mindig ellövi keresztbe, 1-0! Zombori érkezett a másik oldalon, és vezet az Újpest. Haltattak az újpestiek egészen mostanáig. Herceg Miklós dicséri ez a találat. Jól vette észre, hogy le tud fordulni, és elindul a kapu felé. Zomborinak szinte csak a lábát kellett beletennie a labda útjába. Most lehet látni parádés lefordulásban. Jól kérdezik. Bai egy kicsit talán benne volt a békés szabai kapus, nem is kicsit. Ettől függetlenül vezet az Újpest 1-0-ra. Zombori a gólszerző. Eszébe dobál, szemőkéget fel, Weber. Szabó. Jó labdaszerzés, Szebők. Megcsinálja a szert, még egy Szebők. Gól! Szenzációs gólt lőtt Szebők. Kicselezte az egész szabai védelmet. És ballal a kapu jobb oldalára helyezte a labdát. Nagy László. Vajon mikor van a kérdésének? 2-0-ra vezet a csapata, Szebők szenzációs gólt szerzett, ima az első csel, a másik, és utána Bai repült a labdáért, de nem érte el. Már a labdaszerzés egy gyönyörű ütemben történt. 2-0-ra vezet az Újpest. Egyetlen hely, ahova lehetett tudni, ahol bemehetett, megtaláltak. Tényleg nagyon szép egyéni alakítás. Nagy László most learadhatja az a babérokat, hogyha kijelenti Szebőköt, erre biztatta. Előtte így van. Hát... Újpesti szabadrugással folytatódhat a találkozó. Léber természetesen ott van. Zombori. Egy fejes, Bai! Gól! Tamási érkezett! Bai Tamás pedig mindennek próbált, de nem tudott segíteni a tabaiakon. Tamási, akiről mondta már Mezei György, és meg hát tudjuk is, hogy jól fejel, ezúttal nem hiába lopakodott előre. Ott az ötös tájékán egyedül maradt, és a kapufáról pattant végül is. De a labda nem a kapufáról, Bai már a hálóba tenyerelte. Mondhatnánk, hogy Bai késett a kivetele, vagy egyáltalán nem jött ki. De talán ezért van az, hogy a oldal szabadrugásoknál két oldaláló rugójátékos esetén a kapusok inkább bennmaradnak, mert nem tudni pontosan, hogy melyik fogja elvégni a pontjába. Herceg. Medgyesi mellett viszi el. 10-11-es. Radukú kézzel ért a labdához, és sárga lapot is kap a békés szabai játékos. Megint Herceget kell dicsérnem, aki roppant harcosan vitte el a labdát, és egyértelmű a kezelés az alakításból kiderül. A büntetőt pedig Weber György fogja elvégezni. Hát most megnyugtathatja az újpesti szurkolókat. Weber és Bai párharca következik. Weber. Gól! 4-1! Weber György pontot tett a békés szabai öröm végére. Bai érezte, hogy merre jön majd a labda, de nagyon pontos volt a rúgás, úgyhogy védhetetlen volt. Innen még egyszer. Valóban Bai majdnem elérte a labdát, de tulajdonképpen jól helyezte Weber György. Mindezzel együtt Nagy László arca nem azt fejezik, hogy 3-0-ra vezet a csapata, illetve 3 góllal. 3 góllal. Nem, szeretném, hogyha tovább játszanak azt, amit eddig játszottak, és még rúgjunk gólt, hát közönség. Idő van rá. Van még egy 13 percünk, és a közönség a gólokért jön ki, és a jó játékért. Hát ezt szeretném, hogy továbbra is nyomjuk a játékot. Az előbb Szűz Lajos nevét skandálták, nem adott engedélyt rá. Nem, megvan.